Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Hargita megye tanácsa, megyeháza galériájából köszöntöm Önöket, ahol egy Mártonáron kiállítást tekinthető meg, jöjjenek el Önök is, nézzék meg! A mai magazinban beszámolunk többek között arról, hogy több mint 4000-re vettek részt Hargita megyében a Tamás Járon felolvasó maratonon. Megmutatjuk azt a 123-as megyei utat, amelynek minősége miatt lassan elérhetetlenné válik Csinód és Egerszék. És többek között arról is beszámolunk, hogy 3 új pályázati kiírása van a Hargita megyéért egyesületnek diákok számára. Tartsanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! 9 ország 170 településén több mint 40 000-en olvastak fel Tamás Járon halálának 50. évfordulóján. Hargita megyében, többek között Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen több mint 4000-en vettek részt az eseményen. A Városi Könyvtár több termében is zajlottak a felolvasások, szinte az összes székelyudvarhelyi iskola bekapcsolódott, összesen 2500 diák olvasta Tamás Járon író műveit. A legtöbb tanintézmény a TK-ban, de az Orbán Balázs és a Móra Ferenc, valamint a Bethlen Gábor általános iskolák saját intézményeikben kapcsolódtak be a 2009-ben útjára indított kezdeményezésbe. 17 óráig folyamatosan érkeztek a csoportok a könyvtárba, sőt nem csak iskolások, hanem például a nyugdíjas könyvsegélyző pénztára és magánszemélyek is olvastak. Az Egyesült Államok 2 városa, valamint Kanada és az Európai Parlament mellett további 7 ország vett részt a kezdeményezésben. A közös olvasás az összetartozás élményét erősíti, vallják a szervezők. Olyan létszámban érdeklődnek az emberek, elsősorban az iskolák ez a rendezvényünk iránt, hogy egyszerűen elhagyhatatlan. Önmagát adja, hogyha 40 000 embert érdekel az, hogy olvassunk, együtt olvassunk, és ha lehet ugyanaz, tehát az összetartozás élményünket is erősítje, akkor egyszerűen ezt nem lehet abba hagyni, és nem szabad abba hagyni. Tamás Járon Farkaslakán született 1897. szeptember 20-án és Budapesten 1966. május 26-án hunyt el. Ő a magyar irodalmunk klasszikusa, nem csak az erdélyi, hanem az egyetemes magyar irodalom elismert és népszerű alkotója. Az Ábel a rengetegben és néhány novellája ott sorakozik a magyar szép próza legelső sorában. A 2009-ben Székelyudvarhelyen indult felolvasó maraton országhatárokon átívelő rendezvényé szélesedett, évről évre mind nagyobb népszerűségnek örvend. 2012 óta a maraton főszervezője a csíkszeredai Kályoni János megyei könyvtár Hargita megye tanácsának támogatásával. Az esemény az olvasás az egyetemes értékek szeretetéről szól, és ezt népszerűsíti. Gyergyószentmiklóson az iskolák mellett a Városi Könyvtár már a kezdetektől fogva részt vesz a felolvasó maratonban. Minden évben más és más magyar szerző írásait népszerűsítik. Volt már Benedek Elek, Orbán Balázs, Gárdonyi Géza, Móri Zsigmond, a tavaly Kányadi Sándor verseiből, műveiből olvastunk fel. Az idén Tamási Áronra emlékezünk, ugyanis az idén lesz 60 éve annak, hogy Tamási Áron meghalt. A könyvtárban reggel 9 órától indult a felolvasó maraton, és egészen 4 óráig tartott. Ezúttal nem csak az általános iskolások vettek részt a rendezvényen, hanem idén már a középiskolások is csatlakoztak. A középiskolások vesznek részt, de vannak elemi osztályok is a város iskoláiból, minden iskolájából. Az idén csatlakoztak a Salamon Ernő gimnáziumból is osztályok. Népszerűbb, egyre népszerűbb a rendezvény, arra ösztönöz, hogy továbbra is megszerveződjön. A tavaly 600 körül résztvevő volt, az idén már 900-an vagyunk, úgyhogy ha így folytatódik, akkor nagyon szép szám kerekedik majd jövőre, meg azután. Az osztályok egymást váltva érkeztek az eseményre, az elsősöktől kezdve egészen a végzősökig. A Kóskároly Általános Iskola nagyobb diákjai színdarabot adtak elő, a nagyobb tanulók novellákat, a kisebbek meséket olvastak fel. A forgatás alkalmával a kóskárolyos kisdiákok voltak a felolvasó maratonon. Végre behúnta a szemét és enni kezdett az egeret.
hanem a különös dolgok meglátván egy másik egér nagy rettenettel szaladni kezdett a mezőn, hogy vége a világnak, mert a nő eszi az egeret. Tamás Járon műveiből olvastak fel kedden, szerte a nagyvilágban a 8. nemzetközi felolvasó maraton keretében. A maraton központi helyszíne a csíkszeredai Kájoni János megyei könyvtár volt. Itt mintegy 300 gyerek és felnőtt olvasott fel. A rendezvény évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Tapasztalatunk szerint évről évre nagyobb az érdeklődés. Tehát tulajdonképpen a maratonnak a kezdeményezője 2009-ben László Judit volt Székelyudvarhelyen, és ő egy kis maghoz hasonlította ezt a maratont, amelyet elültettünk, és amelyből egy nagy fa, egy égigérő fa nőtt ki, mindig ehhez hasonlította, és valóban így van, hiszen hatalmassá nőtt ez a maraton, évről évre nőtt az érdeklődés, és ezt tapasztaljuk az idén is a Tamás Járon felolvasó maratonon. Ismét közel 40 ezeren vagyunk, tehát 39 ezret meghaladta már a maratonra regisztrálók száma idén is. Az esemény az olvasás, az egyetemes értékek szeretetéről szól, és ezt népszerűsíti. Minden évben más és más magyar szerző írásait népszerűsítik. Az idei maraton kiválasztottja Tamási Áron a nagy székely író volt. Az idén azért választottuk Tamási Áront, mert egyrészt mert nagy író, tehát ismerik nem csak szülőföldjén itt Hargita megyében, Székelyföldön, hanem bárhol. Olvassák a műveit és szeretik, és találnak benne értéket mindenki, és azért is választottuk, mert idén van halálának az 50 éves évfordulója, és ezért is esett rá a választás. A központi helyszínen a maraton egy meglepetéssel vette kezdetét, Tamás Járon hangját hallhatta felvételről a közönség, amint felolvassa Cinciriham című művét. Mondom, nagyon szegény ember volt ez a Cinciriham. Olyan szegény, hogy párja messze tájon nem is akadt. De veretlen volt abban a másik dologban is, hogy nagyon sok gyermeke volt. Olyan sok, hogy ami még a kalendáriumban akadt, az már mind elfogyott a gyermekekre. A közeli és a messze vidéken már komát sem talált. És ez volt a legnagyobb baj. Hát, bűnök ereszkedett szegény Cinciri, hogy ezen a világon már komát sem talál. Búsult, és senylegezett egy darabig, de hát mit csináljon? Valamit mégis próbálni kell. Elindult tehát, hát ha valahol mégis találna megbújva egy embert, aki még nem komája, s esetleg megnyerhetni. A rendezvényen elsősorban iskoláskorú gyerekek vettek részt, többek között a Petőfi Sándor általános iskolából voltak jelen tanítójuk kíséretében. Az egynégyosztályos tankönyvekben nem igazán szerepel. Régen olvasgattuk a Bölcső és Bagolyt, és nagyon szerették, és értékelték ezt a székely nyelvezetét. Én részemről nagyon szerettem, és mindig belopom Tamási Áront iskolába. Az idei rendezvényen tiszteletbeli első felolvasóként Lövétei Lázár László költő, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője indította a felolvasást, továbbá a jelenlévő közéleti személyiségek, csíkszeredai kulturális intézmények képviselői olvastak fel. Galambost mindegyre megállították falusi társai, és figyelmeztették, hogy elejtette egy litániát. Sőt, egy ízben azt is megtette valamelyik helytelen gazda, hogy beszéd közben a kerítés tetejére mutatott hirtelen, és felkiáltott. Néné, ott van az Isten! Galambos oda nézett, de természetesen nem látta ott lenni az Isten. Erős ember lévén, s még nem öreg, feleletül húzhatott volna egyet a tréfás alakra, de megirgalmazott neki is, mint a világnak.
Azt lehetne tehát gondolni, hogy egészen példás ember volt, igen, de nem így van. Az országhatárokon átívelő felolvasás megmozgatja a közösségeket, megszólít gyerekeket, fiatalokat és időseket egyaránt. Erdély és Székelyföld számos településén, a Szórványvidéken át Bukarestig, az ország 16 megyéjében 133 településen szólaltak meg Tamási Áron művei. És aztán értelmes beszéd kéne nekünk, nem olyan, amilyet a Hitván falusi ember is tud, és főképpen sok szenzáció. Hát ez az édesángyom asszony, szenzáció, hogy rúgja meg a sutaba volt, mert akkor leszen csak híres szenzáció belőle, ha megírom. Hát jól van, így igazítom magam. És mondok annyi különös dolgot erről az Amerikáról, hogy azokkal még álmában is megbolygatom a tiszteletes urat. További 9 országból csatlakoztak az idei felolvasáshoz, a környező országok közül legtöbben Magyarországon, de Felvidéken és Kárpátalján is olvastak fel. Érkeztek bejelentkezések még Írországból, Németországból és Dániából is. Idén is volt felolvasás az óceán túlpartján, az Egyesült Államokban, Los Angelesben, Clevelandben. Megszólaltak Tamási Áron írásai az Európai Parlamentben is. Brüsszelből Sógor Csaba európai parlamenti képviselői irodája csatlakozott a felolvasáshoz. Lassan járhatatlanná válik az Úzvölgye felé vezető út az erdőkitermelés miatt. A 123-as megyei úton nem tudnak közlekedni a Csinódon és Egerszéken élő emberek, emiatt gyalog, esetleg traktorral tudnak bejönni a közel 25 kilométerre levő községközpontba, Csíkszentgyörgyre. Minden a mentős, ha tud jönni, ha valaki elbetegedik, hát itt meg kell hol. Éppen kitűnt a valóttól kifelé, hogy jön jó. Két és fél óra, három, egy jó fiatal, amit egy idősebbnek már több. A legtöbb a gyal. Gyal. Volt olyan esetünk, hogy az anyuka meg kellett szüljön ott valahol az Úzi útban. Ma csupán gyalog vagy terepjáróval, teherautóval, traktorral lehet megközelíteni a Csíkszentmártontól 25 kilométerre levő településeket, Csinódot és Egerszéket. A tanyavilágnak számító zord körülmények között 384-en élnek. Többnyire állattartásból, fakitermelésből. Óvoda, összevont osztályokkal egy 8 osztály és kultúrotthon van. De orvos, fogorvos vagy távolsági busz nincs. Tavaly ősszel megjavították az utat, személygépkocsival, vagy ahogy a helyiek mondják, kicsi kocsival is el lehetett jutni Csinódra és Egerszékre. Jó volt a múlt őszön, a télen, de ugye az a területen valahogy azok a 40 köbméter falkot rakják fel, akkor az akar, hogy a fő a télen lefogy, és ilyenkor a legveszélyesebb, mert felolvad, és akkor azok ölik meg. És hát rossz, hogy nem mondja rossz? Mit mondnak a többiek, a rokonai, hogy milyen? Hát mindegyik azt mondja, rossz, hogy mindjárt arhatatlan, de van kárül. A pár hónapja kijavított úton ma hatalmas sáncok húzódnak. Térdig ér a sár, elsüllyed benne a terepjáró kereke is. A melegtől fellazult földúton hatalmas árkokat vájtak a rakomány alatt roskadozó fát szállító autók. A járhatatlanná vált szakaszok miatt a két település szinte teljesen el van zárva a világtól. Mi nekem is egy nyilvántartott szívbeteg leányom van, kell féljek, hogy ha bármi gond van, akkor mentő nem tud kijönni. Hát reméljük, hogy nem lesz semmi gond, így most van ez a vírus, köhögés, meg láz. Multiális egy kisgyereknek csinált patakon, hogy laza volt, nem tudtak reggel, úgy, ahogy tudtak a szülők dacsiaul, úgy, ahogy mentek lopat, csalkan, minden, valahogy bejutottak, mert nem jöttek vissza. Gondolom azt, hogy jönnek vissza, nem tudom. Biztos körbe kalszom fel. Az emberek kénytelenek hatalmas kerülővel közlekedni, ha orvoshoz szeretnének menni, vagy más ügyes-bajos dolgokat intéznék. A megoldás az lenne, hogyha egy ilyen egy kerekasztal mellett, hogy azok a személyek, akik érintettek a kérdésbe, nem csak Csíkszentmártont és Csíkszentgyörgy községeket írtam, hanem a megyei tanácsot és a közbirtokságok vezetőit, mert
ugye nem csak Csíkszentgyörgy és Bánkfalvának van ott terület, hanem van Szentmártonnak, van Csekefalvának is. Úgy gondolom, hogy közösen össze kellene üljünk, és azokat a problémákat megvitassuk, ugye ami az út és a fakitermeléssel jár, ugye az útrongálása, meg kellene értsék végre azt, akár a fakitermelő cégek, akár a közbirtokosságok, bár úgy gondolom a közbirtokosság vezetőinél nincsen ezzel probléma, hogy nem értenék meg, de a fakitermelőknél annál is inkább, hiszen meg kellene értsék azt, hogy akkor, amikor fel van ázva a talaj, meglazul ősszel, tavasszal, akkor nem termelünk ki fát. Termelhetnek ott a vágtérbe, de ne szállítsanak, mert hát ugye hiába igyekezik a megyei tanács évről évre összegeket, hatalmas összegeket beruházom, vagy felhasználni erre az útra. Egy hónap alatt, vagy két hét alatt tönkre lehet tenni ezekkel a nagy faordó járművekkel. Megoldás lehetne, ha a teherszállító járművek betartanák a közlekedési táblák által meghatározott követelményeket. Ha 3,5 tonnánál nagyobb gépkocsik nem közlekednének a 123-as megyei úton. Megoldás lehetne, ha olvadáskor nem szállítanának fát rajta. Megoldás lehetne, ha nem csupán saját nyeressége érdekelni a fakitermelőket, hanem gondolnának a holnapra, másokra is. Ha emberként viselkednének. A Súgó Barlang 50 éve címmel nyílt kiállítása a Hargita megye tanácsa földszintjén. Az eseményen a megyei tanács elnöke átadott egy gépjárműkulcsot és felső ruházatot a Hargita megyei hegyi és barlangi mentőközszolgálat vezetőjének. Megnyílt a Csíkszeredai megyeháza földszinti kiállító termében a Súgó Barlang 50 éve című kiállítás, illetve felső ruházattal és gépjárművel gazdagodott a Hargita megye tanácsa hegyi és barlangi mentő közszolgálatának csíkszeredai csapata. A kiállítás megnyitóra és az eszközök használatba adására február 19-én került sor a megyeházán. Fekete Ős, a közszolgálat vezetője elmondta, ez a kiállítás második állomása. A közszolgálat folyamatosan fejlődik, csapataik bővülnek, mint vezetőjük fogalmazott, mára egy nagy családdá alakultak. Jelenleg van hegyi mentő, barlangi mentő, búvár és kutyás csapatuk, illetve filmesük. Mint mondta, örvendetes, hogy egyre több fiatal jelentkezik és csatlakozik hozzájuk. Munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, de fontos a természeti értékek bemutatása is. Ennek példája a mostani kiállítás is. Fekete Ős reményét fejezte ki, hogy a fotók megtekintése után sokan ellátogatnak majd a helyszínre. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke úgy fogalmazott, a fotók a munka örömét tárják elénk, és mi lehet fontosabb annál, hogy örömmel végezzük munkánkat, ezért gratulált a csapatoknak, akik tevékenységükkel megteremtik a biztonságos turizmust. Mint mondta, bízik benne, hogy a Súgó Barlang továbbra is a megye egyik legfontosabb attrakciója marad. A közszolgálatnak több jótevője is akad, mondta a megyeelnök, így ez alkalommal magyarországi adományból kaptak felső ruházatot, amely a napi tevékenységükhöz szükséges, illetve Hargita megye tanácsa átadott nekik egy Nissan típusú, négykerék meghajtású járművet. A felső ruházat átadásának lebonyolítója a Hargita megyért egyesület volt. Barti Tihamér Hargita megye tanácsának alelnöke elmondta, a gyilkos Adventure-nek a barlang adminisztrálásával egy álma vált valóra, ezáltal pedig megnőtt a barlang látogatottsága, felhívták a figyelmet a turizmus ezen ágára is, amivel sokat adnak a megyének. A megyei tanács alelnöke azt kívánta, minél több állomást érje meg a kiállítás, illetve minél több turistát vonzon a barlang. Nekünk 10 év tapasztalatunk van, mivel hogy az idén telik ki pont 10 éve, hogy az első gyámsági szerződést aláírtuk, február 22-én, tehát szinte napra pontosan esett ez a bemutató, és hát az a tapasztalatunk, hogy egyre inkább kezdték ismerni a barlangot. Most már a turisztikai szereplőknek, szállásadóknak, programszervezőknek, mindenkinek úgy, ahogy a programjába belé van építve a Súgó Barlang látogatása, és ezáltal nem csak a helyiek, hanem ugye az idegenből ide látogató turisták is eléggé kezdték ismerni a barlangot. Elég jól állunk, azt kell mondjuk, a fiatal utánpótlás is az utóbbi időben eléggé jól kezdett alakulni. Most az, hogy idegen vezetők vagyunk, ugye, ha úgy veszük a barlang bemutatásakor, de alapjában véve egyben barlangi mentők is, tehát ha úgy veszük, akkor a turista érezheti magát biztonságban is, mivel hogy a túravezetője az egy barlangi mentő, aki egy adott esetben tudja, mit kell vele kezdeni, ha történik neki egy balesete. Barlangi környezetről beszélünk, egy élet és ember ellenes környezetről, hideg van benne, magas páratartalom, sötétség, tehát ehhez kellőképpen fel kell készülni öltözettel, lámpákkal, persze élelmezéssel is, és hát így biztonságosan végig lehet járni a barlangot, de a turisztikai látogatható szakasz az nem rejteget veszélyeket, és különösen nagy kihívásokat.
Simon László, a barlangi mentőcsapat technikai vezetője ismertette. 50 évvel ezelőtt tárták fel a barlang turisták által látogatott részét, erre az évfordulóra készült a kiállítás. A tárlat egy hónapon át látogatható, azok az iskolai osztályok, akik csoportosan megtekintik, ingyenesen megtekinthetik a barlangot is szombaton és vasárnap. A látogatásnak oktató jellege is van, hiszen a diákok élőben láthatják mindazt, amit a tankönyvekből tanultak, mondta a szakember, végül pedig megköszönte Hargita megye tanácsának a folyamatos támogatást. Szakiskolásoknak, közösségükért tevékenykedőknek, illetve államvizsgázóknak hirdett pályázatot Hargita megye tanácsa és a Hargita megyért egyesület. Ezt ismerhetik meg a következő percekben. Igen, nagyon is. Megéri. Hargita megye tanácsa és a Hargita megyéért egyesület a 2015-2016-os tanévre is meghirdeti támogatási programját szakiskolás diákok számára. Az ösztöndíjprogram azokat a 10-11-es szakiskolás diákokat célozza meg, akik Hargita megyében élnek és tanulmányi eredményeik kiemelkedőek, ugyanakkor nehéz szociális helyzetben vannak. Hasonló pályázattal tavaly is nyertek támogatást fiatalok. Az osztályfőnök mondta, kaptak ők is egy hirdetést az interneten, és akkor rájött, voltak ilyen típus nyomtatványok, és arról hozta nekem, és kitöltötte. És nem volt egyáltalán semmi különös, nem volt benne. Kellettek papírok a néptanástól is, innen, de nem volt nehéz. Hát a sofőriskolában is segített, raktam félre, inkább arra költöttem többet. 30 diák 5 hónapig havi 230 lejes ösztöndíjban fog idén is részesülni. Légy te az egyikük! www.hargitamegyéért.ro Deci inițial eram la școală și a venit doamna directoră și am înțeles că această bursă primește doar un elev pe școală și atunci am fost recomandată eu ca având medie mare și atunci m-a pus să citesc ce trebuie să îndeplinesc sau ce trebuie să fac pentru chestia asta și atunci am spus că bine, o fac și pe asta, oricum este chiar foarte, deci e bine. A Hargita megyéért egyesület Hargita megye tanácsával közösen létrehozta a Hargita megyei diákok a közösségért ösztöndíjat olyan 11-12. Osztályos diákok számára, akik aktív szereplői a társadalomnak, kiemelkedő szerepet vállalnak a közösségi tevékenységekben, civil szervezetben, diákönkormányzatban vagy valamilyen öntevékeny szerveződésben való részvétellel. Hasonló pályázattal az előző években is nyertek támogatást fiatalok. Pe lângă faptul că primești anumită bursă, poți să faci anumite activități pe care îi vezi și pe ceilalți din jurul tău. Eu am fost cel puțin foarte mândră pentru că am putut să fac chestia asta. Păi, prima și prima dată am vrut să fac neapărat să mă duc la o școală cu copii cu handicap. Și le-am făcut o prăjitură cu mâna mea și când m-am dus acolo, îmi bătea inima foarte, foarte tare văzând cât de mult se bucură pentru faptul că le-am dus doar o prăjitură, nimic mai mult. După am fost la grădiniță pentru că îmi plac foarte, foarte mult copii și m-am jucat cu ei cu plastelina. Îmi place foarte mult să mă joc cu ei. Și după am fost la Brașov și am dat mâncare săracilor. Am fost la o sală de sport să le dau fructe sportivilor și m-am și jucat cu ei și m-au primit chiar cu... Așa că, wow, nu vine să cred că ai venit! 20 diák 5 hónapig havi 250 lejes ösztöndíjban részesülhet. Légy te az egyikük! www.hargitamegyéért.ro Pont államvizsgát írtam, hogy ez a pályázat arra van, és sikerült letisztáznom a pályázatnak köszönhetően, hogy mit is akarok, meg voltak a céljaim, már előre tudtam, hogy hova akarok eljutni, sokkal könnyebben tudtam elérni, sokkal gyorsabban haladtam, jól jött pont akkor. A Hargita megyéért egyesület Hargita megye tanácsával közösen 2013-ban elindította az államvizsgázó Hargita megyei hallgatókat támogató ösztöndíj programját, amelyet a 2015-2016-os tanévben is meghirdett. Ennek célja a hallgatók ösztönzése, jó teljesítményük növelésére, szaktudásuk fejlesztésére. A pályázaton olyan államvizsgadolgozatokkal lehet indulni, amelyek Hargita megye területén hasznosíthatók, továbbvihetők, kiterjeszthetők megyei szintre.
Ennek megfelelően a pályázatnak Hargita megyében végzett kutatást kell magában foglalnia. A szakdolgozatomat Kirújfürdőről írtam, és ott van egy hidegvízű gejzír, amit hát nem igazán ismernek az emberek, nincs is kiépítve, és akkor az ösztöninek köszönhetően egy ilyen fapódiumot csináltunk a gejzír környékére pár barátommal, és akkor erre használtam fel a kapott pénzt. Igazából nem kell semmi plusz papírt csinálni, mert az, amit kér az ösztöndíj, az mind kell az államvizsgához. Úgyhogy ha valaki államvizsgát kér, akkor egyszerűen csak le kell adja ugyanazokat a papírokat, amiket amúgy is megcsinálna. Tehát, hogy jóformán semmi nehézséggel nem jár az egész, összesen egy kis utánajárás. Ennyi. 20 személy 5 hónapon keresztül havi 250 lejes támogatásban részesül. Légy te az egyikük. www.hargitamegyért.ro Ez volt már a Hargita magazin. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva. Viszontlátásra!